Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Az előadás a Magyar Kultúra Napja alkalmából a Halasi Bringa Barát Klub felkérésére jött létre, vagy jön létre, és körülbelül egy órás lesz. Kérdezzetek bátran most is, meg az előadás közben is, és a végén is tartunk egy kis kérdezfelelek részt. Kezdjük azzal, hogy a Magyar Kultúra Napja, mi az a kultúra, és mi kik vagyunk mi magyarok. Nekem az a tapasztalatom, meg az a meglátásom, hogy mi, mint magyar nép, tök fantasztikusak vagyunk. Kezdve azzal, hogy a lakosság számát, vagy az arányát tekintve, rengeteg a Nobel-díjas tudósunk, például a dinamó, a gyufa, a számítógép, a helikopter, a toll, a golyóstól, számtalan találmányokkal rendelkezünk, sportteljesítményekben kiválóak vagyunk. Az első újkori olimpia, azt hiszem 1896-ban kezdődött, és ott is két aranyérmet elvittünk úszásban, és azóta is számos, számtalan aranyéremmel gazdagodtunk, volt egy nagyon híres foci csapatunk is, erről is szó lesz még az előadás során. És az előadást úgy építettem föl, hogy ahogy én járkáltam a világban, úgy milyen magyar kulturális vonatkozással találkoztam, illetve szót említek egyéb kulturális dolgokról is. Amit még szeretnék megemlíteni, hogy a magyar nyelv, a magyar nép, meg a magyar népnek a bölcsessége az nagyon mély és szerteágazó. Rengeteg bölcsességgel találkozhatunk a néptáncunkban, a népdalainkban. A magyar nyelv 3000 éves legalább, bár egyes tudósok szerint akár 40 ezer éves is lehet, meg a rovásírás. Már akkor írtunk, amikor még a többi nép, akik a közelünkben laktak, még nem rendelkeztek ezzel a tudással. Ha jól tudom, a gombot is mi találtuk fel, úgyhogy kezdetben azzal indítanék, hogy mi magyarok egy nagyszerű nép, gazdag kultúrával és gazdag bölcs, inkább bölcs emberekkel rendelkezünk máig. Na, és akkor csapjunk is a közepébe. Mielőtt belemennénk a kultúrába, csak egy-két szót említenék rólam, hogyha esetleg olyan nézi az adást, aki még nem találkozott velem. Illés Adórián vagyok, és a képen látható biciklivel, Szabó Ádám barátommal 4 év és 10 nap alatt megkerültem a Földet, és bejártam, hát nem az egész világot, de nagyon nagy részét megtekintettem a világnak. A kékkel jelzett országokban jártam, és 2015-ben kelet felé indultam el, hogy felfedezzem a világot, és ugyanakkor önmagamat is. És képzeljétek el, már az utazás elején Budapestről indultunk a Nemzeti Színháztól, és már az első este eljött értünk egy, vagy késő délután egy megmentő csapat, mert Kiskunhalas felé tartottunk, és nem sikerült elérni azt a várost, mert benéztünk egy kanyart, és az utolsó 30 valahány, vagy talán 40 kilométert is volt. Egy volt kollégám, Dadai Attila segített, megmentett minket, eljött egy ilyen tréleres kocsival, és ő vitt el hozzájuk. Itt látható a fogadóbizottság, ez már másnap készült ez a fénykép a határon. És Ati bácsihoz elérkeztünk, ő egy szuper menő vacsorát adott nekünk, és itt kezdődött gyakorlatilag a kalandunknak a sűrűje. Az is volt az expedíciónknak az egyik küldetése, hogy fákat ültessünk, és az első fát, amit elültettünk, azt még itt Magyarországon ültettük el, nem máshol, mint a kiskunhalasi Koliken kerékpárgyárnak az udvarán. Éppen Gábort látjátok középen, aki a Kolikennél dolgozik, illetve Ádám jobbra, én pedig balra vagyok látható, és ő pedig Dadai Attila, volt kollégám, akivel még az utazás előtt is
Természetesen ismertük egymást, és az utazást is így végigkövette, és azóta is barátok vagyunk. És nagyon sokat köszönhetünk a Kolikennek is, kaptunk tőlük bukós isakot, meg szerintem még egy pót belsőt is, meg visszapillantó tükröt, bár a bukós isakomat úgy emlékszem, hogy valahol Pakisztánban elhagytam, de nagyon jó szolgálatot tett addig. Ezúton is köszönöm a Halasi Bringa barátklubnak is. Ja, meg kaptunk szállást is ott Kiskunhalason. Nagyon hálás voltam már az első nap az utazásomnak és az embereknek is. Sőt, másnap még a Halasi TV-be is bekerültünk. És képzétek el, hogy másnap olyan dél körül indultunk, és az volt a tervünk, hogy még szeretnénk elérni a határt, Szerbiát. És emlékszem, hogy ez a szerb határ körülbelül 30 kilométerre található Kiskunhalastól, és ahogy letekertük ezt a 30 kilométert, én már akkor nagyon elfáradtam, és még hátra volt körülbelül 46 ezer kilométer az expedíciómból, úgyhogy az út során nőttem fel a feladathoz. Itt látható a halasszálló, ahol szállást kaptunk a Kiskunhalasi csapattól, és itt látjátok a Kiskunhalasi Koliken bicikligyár igazgatóját a szőke hölgy mögött, kék pólóban. És a kultúra az nagyon összetett, mindenfélét beleértünk, például az étkezést. Indiában például az az érdekes szokás van, hogy nagyon sok helyen kézzel esznek. És a kultúra az egy nagyon összetett dolog. Nagyon sok mindent beleértünk a kultúrában, amit említettem előbb az az étkezés, aztán a művészetek, a különböző eszközök, technikák, a tudás, a tradíciók, a rituálék, a nyelv és a különböző történetek, mendemondák, illetve az, hogy mi hogy teszünk hozzá a közösséghez. Egy kis érdekesség következik, hogy van pár ország, aminek hasonló a zászlója, a zászlaja, mint a miénk, vagy éppen tök ugyanolyan. Az egyik ilyen ország az Tadzsikisztán, ott készült ez a fénykép, most már ugrottunk az időbe körülbelül 5 hónapot az utazásomat tekintve, és ilyen ország még Mexikó, illetve Olaszország is, csak ott oldalt vannak a színek. És azt szokták kérdezni, hogy miről ismerték Magyarországot. 39 országban bicikliztem, és rengeteg emberrel beszéltem, rengeteg emberrel tudtam kapcsolódni a világ minden táján. És képzétek el, hogy Pakisztánban és Indiában is. Egy-két helyen elmeséltem, de amíg nem hallottad ezt a történetet, valószínűleg nem találnád ki. De a leghíresebb dolog, amiről ismerték Magyarországot, az a Nokia telefon. Ugyanis Komáromban volt, szerintem már nincs egy Nokia gyár, és azt mesélték a pakisztániak, itt éppen egy Lahore nevezetű városban vagyunk, és találkoztunk a pakisztáni nemzeti bicikli válogatottal, és azt mesélték el, képzeljétek el, hogy a Nokia telefonok, amik Magyarországon készülnek, sokkal strapabíróbbak, tehát mondta az egyik srác itt Pakisztánban, hogy ő ledobta a telefonját, és nem lett semmi baja, illetve azt mesélték, hogy az akkumulátora is sokkal tovább bírja, mint a többi telefon. Persze azt viszont kitalálhatjátok, hogy miről ismerték a legtöbben Magyarországot. Várok egy percet, hát ha valaki elgondolkozik rajta, meg megnézem, hogy működik a műsor. De úgy látom, nagyon sokan nézitek, sziasztok! Szóval a legtöbb dolog, vagy a legismertebb dolog, amiről Magyarország híres, legalábbis én ezt tapasztaltam, az az aranycsapat, a foci csapat. Egész világon rá vannak pattanva a focira, és nagyon sokan tudták, hogy az aranycsapat az Magyarországhoz tartozik, és hogy milyen szuper volt annó. És az előadásomban megemlítek pár hírességet is Magyarországról. Az egyik Kőrösi Csoma Sándor. Amit itt láttok, az Kőrösi Csoma Sándor sírja. Nem túl valószínűleg fáradt voltam, azért nem annyira mosolyra áll a szám. És a sír Darjeelingben található, Indiában. Így néz ki a sír, tele van magyar zászlókkal, és Kőrösi Csoma Sándor arról híres, hogy ő készítette el a szanszkrit angol szótárt.
először, nem létezett még ilyen a világon, és Magyarországról egy hosszú úton keresztül, a Selyem úton haladva nagy részt, eljutott Indiába, és nagyon sokat tanult a buddhistákról. Én úgy tudom, hogy Bódhiszatvának is kinevezték, ami egyfajta ilyen megvilágosodott jelző, tehát nagyon nagy szellemi tudásra tett szert Kőrösi Csoma Sándor. És nagyon sok, úgymond véletlen történt velem az út során. Az egyik, hogy véletlenül pont kikötöttem Kőrösi Csoma Sándor sírjának őrzőjénél, ez a bácsi, aki, hát én nem ismerem ezeket a régi politikusokat, de egy magyar politikus látható itt pont a fényképen. És nála aludtam egy napot, és mesélt, hogy rendszeresen meglátogatják a politikusok, meg elit személyek Magyarországról a sírt. Igen, itt is van a fénykép. És a bácsinak volt egy ilyen matyó hímzése, vagy ilyen magyar motivummal ellátott tányéra is. És a következő bácsi, amit középen láthattok, ő pedig, képzeljétek el, hogy fejből tudta az aranycsapatnak az összes játékosát. Bal oldalt pedig Rita látható, akivel szintén Indiában találkoztam, Mysore-ban, ahonnan az Ashtanga jóga származik, és Rita egyébként jogázott, meg mindjárt jön még egy-két másik magyar úriember, aki szintén jogás, vagy jogázni tanult Indiában. Ritának meg azt köszönhetjük, hogy egy csomó cuccot kihozott nekünk Magyarországról, amire még is szükségünk volt az utazásunk alatt. És a következő képen pedig Gábort látjátok, és Zsoltot, és Ritát is engem, és Gábor és Zsolt, meg Rita is azért utazott Indiába, hogy az Ashtanga jogát egyre mélyebben és mélyebben elsajátítsa. Ez is a kultúrához tartozik, az Indiának a kultúrájához, a jóga, és olyan jó, hogy itt tanulhatunk a különböző népektől, mindenkitől tudunk tanulni. Én hallottam egy pár negatív jelzőt is Indiáról. Az biztos, hogy sokkal tisztább Európa, mármint így a szemétkezelést tekintve, viszont a spiritualitásról, a belső békéről nagyon sokat tudunk tanulni az indiaiaktól. A kultúrához hozzátartozik az öltözék, az, hogy mit tekintünk szépnek, és olyan szinte meghittséggel utaztam a föld körül, és figyeltem meg, hogy a különböző népek, különböző törzsek, különböző országbeli emberek mit tartanak szépnek, hogyan öltözködnek. Ő például egy Kayan törzshöz tartozó hölgy, akik 4 éves korukban kapják az első adag rugót a nyakukba, és ahogy telik, múlik az idő, egyre növelik ennek a nyakdísznek a hosszát, és egyébként nem a nyakuk lesz egyre hosszabb, ahogy növekszik ez a dísznek a hossza, hanem kicsit deformálódik a kulcscsont, és annak köszönhetően látszik úgy, mintha hosszabb lenne a nyakuk. Aztán tovább utazunk, ez már Malajzia. Erre nagyon büszke vagyok, erre a fényképre, ugyanis hát azt nem számoltam még meg, hogy hány fát, de valószínűleg egy 50-60 fát biztos, hogy elültettünk Ádámmal a világ körül, és mindig szerettünk úgy fákat ültetni, hogy bevonjuk a helyi embereket is. És Malajziában, egy kis szigeten, egy tűzoltóságon találtunk szállást, és ott aludtunk a tűzoltóőrsön, és meséltük a parancsnokoknak, meg mindenkinek, hogy a föld körül utazunk, és fákat ültetünk mindenhol. És annyira megtetszett nekik ez az ötlet, hogy egy édes savanyú gyümölcsfát elültettünk a tűzoltóságon, és a parancsnok kiadta, vagy csináltatott az embereivel egy ilyen papírkát a fára, amire az van írva, hogy Magyarország, Malajzia, barátságfa. És ez annyira jó volt megélni, hogy valamit hozzátettünk a világhoz, valami kis pluszt, hogy egy kis barátságfát elültettünk, és ugye van az a mondás, hogy kis lépés az emberiségnek, nagy lépés számunkra, és hogy mennyi minden pozitív dolgot okozhat az, hogy lehet, hogy most már eltelt talán
7 év, mióta ott jártunk legalább, vagy 6. És hogy lehet, hogy meglátta egy kis tűzoltó ezt a fát, meg ezt a feliratot, és kitalálta, hogy eljön Magyarországra, és hogy megismerje a magyarokat. De ugyanúgy fordítva is igaz, én is rengeteget tapasztaltam mindenhol, és nagyon szerettem tanulni a helyi emberektől és a helyi kultúráról. És egy következő dolog, az a temetés. Még Ázsiában vagyunk, viszont ez már Indonézia. És a képen azt látjátok, hogy a temetésre. Temetésen vagyunk, és imádkoznak a résztvevők a halottnak, hogy a szelleme békében tudjon nyugodni. És azért választottam ezt a képet, mert hogy megnézitek, gyönyörű, csodaszép színes ruhákban vannak az emberek, és számomra ez is egy tök érdekes dolog volt, hogy még nálunk az a szokás, hogy feketében öltöznek az emberek, és úgy búcsúztatják el a halottakat, úgy Ázsiában, sok helyen, meg különféle módokon, Indonéziában például ilyen színes ruhákba öltöztetve. Nagyon szerettem ezeket a kulturális különbségeket is megfigyelni. És megyünk tovább, Ausztráliába érkeztünk. Ez nem a magyar kultúrához tartozik, egy bébi kengurut láttok a képen, és nagyon sokszor találkoztam magyarokkal az utazásom során. Az első egy évben nem annyira sokszor, viszont Ausztráliában, Melbourneben találkoztam magyarokkal, és mindig, amikor találkoztam a honfitársaimmal, egyrészt tártkarokkal fogadtak, másrészt pedig mindig segítettek szállásügyben, tájékozódni, rendszeresen elvittek ide-oda, kirándulni. És olyan jó volt látni, hogy itt nem csak látni, hanem érezni, találkozni a honfitársakkal. Itt például Sydneyben vagyunk már, és Sydney mellett egy Zoli nevezetű úriembernél töltöttem el pár napot, ő felajánlta, hogy ott lakhatok nála. És képzeljétek el, elvitt egy magyar népi tánc órára, amit így, azt hiszem minden héten volt ez az óra, és az emberek oda jártak táncolni, és a zenészek, ő is, ez az őszhajú bácsi, meg ez a nagy bajszos úriember, mindketten ausztrálok voltak, és ha jól emlékszem, körülbelül 20 vagy 30 éve már magyar népzenét játszanak, mert annyira megtetszett neki. Egyébként úgy tudom, hogy a népzenében is sokkal mélyebb spirituális tanítás van, mint ahogy azt gondolnánk. Én olyat is olvastam erről, hogy a földnek a rezgésére van ráhangolva a népi daloknak az üteme. És ahogy hallgatod, így nyomjuk a népi táncot, valahogy vissza tudsz találni önmagadhoz. Persze ehhez sok egyéb tánc segíthet, viszont a magyar népdalokat és a népi táncot pont egy ilyen apropóból fejleszthették ki szerintem, hogy együtt közösen táncoljunk, és visszataláljunk önmagunkhoz, és érezzük önmagunk erejét. Úgyhogy ez mindig feltöltötte a szívemet, hogy magyarokkal találkozhattam, és hogyha ha találkoztam magyar kultúrának bármelyik részével. Igen, megy a pörgetés. Aztán Sydneyben megtudtam, ahol két magyar hölgy tartott nekem egy kis városnézést, hogy ez a szobor, amit láttok a képen, szintén egy magyar művészember készítette. Te elmész Sydneybe, ebbe a parkba, és egy magyar úriember által készített szobrot fogsz ott találni. Megyünk tovább, ugrunk egyet. Új-Zélandra érkeztünk, és Új-Zélandon közel 2 hónapot töltöttem el, és ebből szerintem másfél hetet egy Christchurch nevezetű városban, ahol Almánál és Istvánnál laktam. És képzeljétek el, hogy volt ott egy olyan esemény, amit úgy hívtak, hogy Culture Fest, Kultúra Fesztivál. Minden évben megrendezik itt Christchurchben ezt a rendezvényt. És arról szól, hogy az ott élő mindenféle kultúra bemutathatja a táncukat, a művészetüket, illetve ételeiket. És annyira jó volt nézni, hogy akik ott voltak a szigeten, rengetegen felléptek. Szerintem legalább 50 különböző előadást láthattunk.
és ők például, nem emlékszem pontosan, talán koreaiak, ők oroszok, mindenki így előadta a táncát. Hát, ők pedig japánok, ezeket nagyon szerettem, a japán, és a művészetben, meg a kultúrában meg tudjuk állapítani a népeknek a jellegzetességét, meg a tulajdonságait. Például ők japán dobosok, és állítólag barlangokban, meg hegyekben, nem barlangokban, de elvonulva élnek, és a dobolás nekik, akik itt teljesen rá vannak kattanva, nekik ez az életformájuk. És úgy doboltak olyan fegyelmezetten és olyan koncentrálva, hogy nagyon átjött az energiája. És ez az egész japán kultúrára is rá lett. Így jellemző a japán kultúrára, hogy szintén fegyelmezettek, aprólékosak, és nagyon odafigyelnek a részletekre. Nagyon szerettem ezt az előadást, nagyon erőteljes volt számomra. Ők pedig Pápua Új-Guineából érkeztek, ugye ez egy teljesen más kultúra, és nagyon színes az egész világunk, és nagyon feltöltötte a szívemet az, hogy ahogy utaztam a föld körül, mindenhol különböző emberekkel, különböző ételekkel, különböző nyelvekkel találkoztam, és egy idő után, vagy hát egyre jobban azt éreztem, hogy milyen csodálatos itt lenni a Föld nevű bolygón, hogy mennyi csodálatos dolog van, amit így fel lehet fedezni, és meg lehet ismerni. És ugye különbözőek vagyunk, valakit az építészet érdekel, valakit a nyelv, valakit az ételek, valakit a természet, és mindegyiket utazás során meg tudod figyelni, és meg tudod ismerni, hogy néznek ki a különböző emberek, hogy beszélgetnek, milyen a hanglejtésük, a nyelvjárásuk, hogyan kommunikálnak. Igen, ez egy nagyon érdekes kép, ezt beletettem a nagy mosolykönyvembe is, arról szól, hogy mennyi különböző kultúrával lehet találkozni Új-Zélandon. Hát valószínűleg nem sok ilyen kép készült a világtörténelemben, hogy egy magyar csapat és egy Pápua Új-Guineai csapat együtt áll, és közösen egy fotó erejéig mosolyognak. Vagy nem csak fotó erejéig, mert mindenki jól érezte magát ezen a fesztiválon. Igen, ők szintén japánok, ők pedig harcművészetet mutattak be, és itt pedig azt szerettem megfigyelni, hogy már ilyen kis nebulókák, pár évesek is annyira fegyelmezettek és tűpontosak voltak a gyakorlatokban, és olyan akrobatikus mutatványokat mutattak be, hogy leesett az állam tőle teljesen. Ők tájvani brigád, a tájvani nénik, volt ilyen kis csörgő is a nadrágjukra szerelve, meg mindenféle színes cipőfűzővel ropták a tájvani táncot. És miután véget ért ez a kulturális fesztivál, még lehetőségem nyílt előadást is tartani a helyi magyaroknak, és ilyenkor mindig olyan jó volt, hogy megosztották ők is velem, hogy élnek távol Magyarországtól, de mégis fenntartva a magyar kultúrát, és összejárnak az emberek rendszeresen. És azt nem is meséltem, hogy ezen a kulturális fesztiválon az ételek között is képviseltük magunkat. Abban nem vagyok biztos, hogy gulyást csináltunk, de az biztos, hogy volt egy hölgy, aki a családjával kürtös kalácsot csinált, és rengetegen álltak sorba, ott mindig azt megfigyelte, mindenki majd szólt befelé a kürtös kalácsot. És milyen menő már, hogy ott vagyunk a világ túlvégén, Új-Zélandon, szerintem annál messzebbi rész nincs is Magyarországtól, és kürtös kalácsot lehet tenni, ami egy magyar fejlesztés, vagy találmány, vagy egy kulináris élvezeti dolog. És nagyon szerettem tényleg előadásokat tartani, úgy magyaroknak, mint bárki másnak, mert mindegyik arról szólt, hogy egyrészt én elmesélhettem a megéléseimet a résztvevőknek, és ők is mindig megosztották, hogy mit gondolnak az életről, a halálról, a változásról, az utazásról, a nehézségekről, és ezáltal így eszmét cseréltünk. És bár vannak különböző népek, országok, viszont van egy olyan érzés, hogy mind emberek vagyunk, hogy mind egy faj vagyunk, hogy összetartozunk, és a legfontosabb dolog megtanulnunk összefogni. Elfogadni a másokat, hogyha valakinek hosszú nyaka van, vagy más színű a bőre, vagy máshogy beszél, vagy mindegy, de hogy a különbözőségünk tesz minket színessé.
És lehet, hogy valamelyik népcsoport, például azt biztos ismeritek, hogy az olaszok így nagyon szeretnek mutogatni, hogy a különböző népcsoportok különbözően kommunikálnak, különbözően fejezik ki önmagukat, és ettől leszünk nagyon szép, összetett, színes faj. Úgy szoktam ezt mindig jellemezni vagy mesélni, hogy olyanok vagyunk, mi emberek, mint egy hatalmas virágmező. Egy vadvirágmezőt képzelje, és van ott piros virág, kék virág, zöld virág, valamelyik magas, a másik alacsony, az egyik vastag, a másik vékony, és hogy úgy szép, úgy gyönyörű az egész, hogy együtt vagyunk így színesen, egy csomóan. És bár különbözőek vagyunk, de legbelül mégis mindannyian emberek vagyunk. Itt pedig egy újabb faültetés látható. Szintén Új-Zélandon, Christchurchben, almáiknál a kertben ültettünk el egy citromfát, és a fákat, amikor ültettük, mindig el is neveztük, és ez a fa, ha jól emlékszem, az összetartozás nevet kapta, mert számomra ott a Christchurch-i 2 hét, amit eltöltöttem, ott azt tapasztaltam, hogy nagyon működik az összetartozás, és hogy összefognak az emberek, összejárnak, meg előtte egy Ausztráliában is ezt tapasztaltam, és feltöltötte a szívemet. Ugrunk kicsit tovább földrajzilag, megérkeztünk Japánba. Japánba ellátogattam Hokkaidó szigetre is, és Honsú szigetre is. Hokkaidó van északon, és a középső nagy sziget meg Honsú. Honsúnak először Aomori városába érkeztem, és onnan elbicikliztem Tokióba, Kiotóba és Oszakába is. A japán kultúra az egy külön előadást kaphatna, számomra az is fantasztikus volt, ahogy a vallásukat élik, náluk az egyik jellemző vallás az a Sintó vallás, illetve a zen buddhizmus, és a Sintó vallást vallóknak minden városban szinte van egy szentélyük. És van egy rituáléjuk arra, hogy hogyan szoktak imádkozni. Például azt valószínűleg láttátok, hogy van ilyen nagy piros kapu, amit úgy hívnak, hogy Tori, japánul, és az vezet be a szentélybe. És a kapunak például nem szabad a közepén menni, mert ott az istenek közlekednek, hanem a jobb szélén kell bemenni, majd ha kimész, megint a veled szemben jobb szélén kell kimenni is. És első lépésként azt kell csinálni, hogy odamész egy vizes bödönhöz, az is már a szent helynek a része, és ezt meg kell mosnod a kezedet, és utána ki kell mosni a szádat is, hiszen egy szent helyre érkeztél, és valószínűleg imádkozni szeretnél, szólni az istenekhez, vagy a felsőbb énethez, vagy az univerzumhoz, hát a Sintó vallás szerint az istenekhez, és akkor ki kell mosni a szádat, hogy a tiszta beszéd jöjjön ki rajta, ne pedig valami nem odaillő dolog. És utána egy kis adományt kell adni, ezzel jelzed, hogy értékes dolog, amire most számítasz, és vannak ilyen harangok. Meg kell kongatni a harangon, akkor felébrednek az istenek, kétszer itt tapsolni kell, meghajolsz alázatosan, és miután meghajoltál, akkor kezded el mondani az imádat, ami így belőled jön, hogy miért imádkozol éppen, hogy szeretnél több egészséget, vagy bőséget, vagy jólétet, vagy barátságot, vagy bármi, amire így vágysz, és jön ki a szívedből. És miközben én Japánban jártam, ismerkedtem ezekkel a szokásokkal, a rituálékkal is, és rendszeresen én is eljárkáltam ilyenkor ezekre a szent helyekre, és én is mindig kértem a kortálypont. Elestem és eltörött a csuklóm, úgyhogy rendszeresen jártam azért erre a helyre, hogy kérjem, hogy gyógyuljon meg a csuklóm. És egyébként meg is gyógyult 3 hét alatt, de most inkább a kultúráról mesélek. És miután bejártam Tokiót is, meg Kiotót is, meg megérkeztem Oszakába, és Oszakába is találkoztam egy magyar hölgyel, pont itt ennél a kastélynál, az oszakai kastélynál, úgy hívnak, hogy Anikó. Anikó tartja a kék színű táblát, és jobb oldalt pedig a vendéglátóm, Tadashi Sannak a barátnője látható, és ekkor tájt éppen futókat árusítottam a Oszakának az utcáin, és Anikó is, meg Tadashinak a csaja is, meg Tadashi is segített, hogy fellendítsük a bizniszt, és emellett tök jól éreztük magunkat. És a fotóárusításnak a fő lényege,
Nem az volt, hogy a fotóárusítást adományért cserébe adtam egyébként a fényképeket, hanem hogy rendszeresen tudtam az emberekkel kapcsolódni. És ekkor tájt már 3 hónapja ott voltam Japánban, és már ilyen alap japánt így felszedtem magamra, és így el tudtam mondani, hogy honnan jöttem, hová tartok, ki vagyok, mi ez az egész japánul, és rendszeresen tudtam kapcsolódni a helyi emberekkel. Japánban egyébként az is egy ilyen kulturális különbség, hogy nem annyira divat az ölelés, ők egy kicsit távolságtartóbbak, mint mi, főleg az amerikaiakhoz képest. Van is egy olyan talán karikatúra, hogy van egy amerikai és egy japán, az amerikai mindig közel szeretne lenni, a japánnak meg nem annyira komfortos ez a dolog, ő meg mindig megy távol egy kicsit, és akkor, hogyha megnézed timelapse-be ezt a jelenetet, akkor ők szép lassan mennek egymástól elfelé. Vagy hát egyforma kb. A távolság, de hogy közben mennek, miközben barátkoznának. Úgyhogy ez is egy érdekesség. És amiközben én csináltam ezeket a futóárusításokat, meg beszélgettem emberekkel, azt is kitaláltam, hogy ingyen ölelést osztogatok a japánoknak, mert miért ne, nagyon szeretek adni. És volt olyan nap, hogy 25-30 ölelést is tudtam adni és fogadni különböző emberektől, és találkoztam egy olyan hölgyel, aki kicsit tudott angolul, és elmesélte nekem, egy fiatal lány volt, utána 18 éves, hogy én voltam az első ember az életében, a szüleim kívül, akiktől egy ölelést kapott. És ezek megható pillanatok, hogy megölelhettem egy lányt, akinek én voltam az első ember az életében, akitől ölelést kapott a szüleim kívül. Igen, kicsit el is érzékenyültem most. És Anikóval, meg Tadashival, meg a barátnőjével elmentünk karaokézni. Ez viszont egy japán szokás, kultúra, hagyomány. Az a különbség, vagy nem tudom, hogy ilyen van-e Magyarországon, majd azt írjátok meg, ha valaki találkozott ilyennel. Japánban úgy néznek ki a karaoke bárok, amik egyébként nagyon népszerűek, hogy nem bemész egy nagy klubba vagy diszkóba, és ott van egy külön elkülönített hely, ahol mindenki tud karaokézni, hanem ki tudsz bérelni egy szobát, ami le van hangszigetelt, tehát lehet ordibálni, meg hamisan énekelni, ami a csövön kifér, nem lehet áthallani a szomszéd szobába, és vannak olyan házak, ami tele van ilyen hangszigetelt karaoke szobákkal. Japánban minden szupermodern, így a karaoke termek is abszolút high-tech, nagyon modern technológiával felszereltek, és emellett lehetett kérni a mini hangszereket is, kis dobokat, meg ilyesmi. Járt a karaoke szobához vezeték nélküli mikrofon, tévék voltak a szobában, végtelen mennyiségű számot lehetett kérni, ilyen tabletekkel lehetett operálni, és azokon lehetett angol számokat, japán számokat kérni, mindenfélét, és fantasztikus időtöltés egyébként így karaokézni. Főleg úgy, hogy egy ilyen elszeparált szobában vagy, és úgy tudsz énekelni, hogy a csövön kifér, nem számít, mert csak a barátaid vannak ott, nem hallja meg senki más. És Anikóval, meg Tadashival és a barátnőjével Oszakában elmentünk egy ilyen karaoke klubba, és nagyon jól éreztük magunkat. Itt is volt olyan, hogy Anikó azt hiszem egy magyar számot énekelt, a Tadashi pedig japán számot, tehát így még egy ilyen szórakozás alatt is cserélődtek a kultúrák, és kicsit így szer. Szóval utazás során így visszük tovább a kultúrát, és ez is egy szép dolog. Ezért nagyon fontos megőrizni a hagyományainkat, ápolni a hagyományainkat, nem elfelejteni, mert előbb is már jó pár képet megmutattam, hogy különböző népeknél milyen kulturális különbségek láthatóak, és hogy nálunk is van egy csomó minden, akár a kürtős kalácsot tekintve, vagy a népi táncot tekintve, mert ebben benne van a múltunk, a gyökerünk. És hogyha erős a múlt, erős a gyökér, akár egy fát nézve, mint analógia, akkor nem tud elfújni a szél, úgymond egy szép metaforát használva, mert tudjuk magunkról, hogy bízhatunk magunkban, és hogy megálljuk a helyünket, és hogy nem fog elfújni a szél. És számomra
A 4 éves expedícióm is egy ilyen gyökér megerősítő procedúra is volt egyben, mert nagyon sok kihívás ért a 4 év során. Hát kezdve azzal, hogy 50 kilós volt a biciklim, és azt kellett hajtani nap, mint nap. Ha fölfelé, ha lefelé, ha szembeszélve, mindenhol. És ahogy telt múlt az idő, ahogy utaztam, úgy folyamatosan jöttek a kihívások. Pár hetente váltottam országot, külön újabb nyelv jött, újabb ételek, újabb megpróbáltatások, és mindig helyt kellett állni. És annak köszönhetően, hogy ez így folyamatosan az életem részévé vált, a kihívások, és ugye mindannyiunk életében vannak kihívások. Az a kérdés, hogy mit kezdünk vele. Hogy úgy tekintünk rá a kihívásokra, mint hogy problémák, hogy jaj, megint mi történik velem, vagy hogy felvesszük a kesztyűt a kihívásokkal szemben, és derekasan helytállunk, és újra megpróbálunk, és újra megpróbálunk. És a kultúránkat, hogyha befogadjuk, és megismerjük, beleolvasunk a történelemkönyvekbe, hogy mennyi mindent hajtottunk végre, 5 éve, 10 éve, 100 éve, 200 éve. Hát voltak olyan időszakok a magyar történelemben, amikor szinte egész Európa a miénk volt, de mindenkit, hát lezúztunk, nem kell itt szépíteni. Nagyon nagy volt régebben Magyarország, és én nem gondolom, hogy most újra vissza kéne foglalnunk minden, meg ilyesmi, hanem inkább itt az az üzenet, hogy bennünk van egy hatalmas olyan kulturális múlt, amiben így tudunk támaszkodni. És ne engedjük azt soha, hogy most hallasz valamit a tévében, hogy ez történt, meg az történt, és akkor nem is gondold magad jónak, meg erősnek, hanem mi magyarok nagyon erősek vagyunk. Itt a vér bennünk csörgedezik, sose hagyd, hogy elnyomjanak, vagy ilyesmi, hanem egyszerűen vegy egy mély levegőt, és érezni lehet. Hogyha ezt így gyakoroljuk, akkor érezni lehet, hogy bekapcsol a gyökér. Bekapcsol ez a kulturális múlt, a magyarság, az ősi bölcsességek, minden, a népi tánc, a népzenék, az öltözködésünk, a nyelvünk, minden. A magyar nyelv az egyik legösszetettebb nyelv a világon, a leglogikusabb nyelv. Nagyon sok író mesélte, hogy ha ő Magyarországon született volna, akkor szebb dolgokat írt volna, vagy költött volna, mert a magyar nyelv annyira összetett és csodálatos, hogy nagyon sok nyelv nem versenyez, de hogy nagyon összetett és szerteágazó, színes nyelv. Például van egy olyan vers, nem tudom most mi a címe, de arról szól, hogy a jár, mint ige, hogy megy, jön, annak 70 különböző fajtája található meg a versben legalább, hogy poroszkál, meg csoszorog, meg biztos van egy csomó másik még. És milyen fantasztikus, hogy ilyen nüansznyi különbségeket ki tudunk fejezni a nyelvben. És többször hallottam külföldön élő, vagy külföldön lakó magyaroktól, akik akár csak pár hónapig is voltak kint, hogy nagyon jól megtanultak mondjuk angolul, vagy spanyolul, viszont, hogyha tényleg a szívét szeretne kifejezni, akkor nem tud rá angol szavakat használni, hanem a magyar nyelv számára a legkifejezőbb. A képen pedig Tadashi látható, Tadashi barátom, akinek ezt az ajándékot adtam, miután Kiotóban is, meg Oszakában is vendégül látott jó pár napig, és számomra az ajándékozás is része volt az utazásomnak, ahol csak tudtam, így ajándékot adtam mindenkinek, aki így közel került a szívemhez, és Tadashinak egy utcai művésztől megkértem, hogy készítsen egy ajándékot, és ezt ő egy utcai művész festette nekem, és ezt adtam neki cserébe ajándékba. Igen, aztán utazunk tovább, most pedig megérkeztünk Amerikában. Ez nem a magyar kultúrához tartozik, hanem Los Angelesben készült a fénykép. Elég nehezen látható egyébként, de ez a hírességek járdája, és ez pont Chuck Norrisnak a csillaga, ami mellett lefényképeztem a biciklimet. Ekkor tájt már 3 éve úton voltam. Még egész tiszta, meg jó állapotban van a biciklim, úgy látom. Azért
Mire hazaértem, már kicsit viseletes lett. Szép, szép érzés, nem tudom kifejezni máig, hogy milyen csodálatos érzés az, hogy egy biciklivel körbe kerültem a földet, és olyan helyekre eljutottam, amiről soha életemben nem is álmodoztam volna. És nem kell feltétlenül messzire mennünk, ahhoz, hogy csodákat lássunk, nekem az volt a, hát micsoda, a varázslat az utazásomban, hogy 4 évig tartott, és mindig mentem, újabb helyekre kerültem, egyszerre valami csodálatos természettel találkoztam, vízesések, dzsungelek, óceánpartok, hegy tetején mindenhol, máskor meg különböző ilyen kis törzsekkel találkoztam, például aboriginálokkal is találkoztam Ausztráliában, meg olvastam is aboriginálokról. Ez szintén egy az ausztrál kultúrához tartozik, hogy a helyi őslakosokat hívják egyébként aborigináloknak. Van egy szomorú része is a történetnek, hogy nagyon sok helyen, ahol régebben csak helyi őslakosok laktak, és megjelent a fehér ember Európából vagy Amerikából, akkor hát sajnos leigáztuk a helyi őslakosokat, és Ausztráliában is ez történt, hogy úgy tudom, hogy a 70-es évekig körülbelül Ausztráliában, hogyha te elütöttél egy aboriginált, mondjuk autóval, akkor téged nem lehetett megbüntetni, azért nem járt büntetés. Viszont fordítva meg persze, természetesen. Tehát így, ahogy kitaszítottuk sokszor, Új-Zélandon is volt egy kis kitaszítás, de ott sokkal barátságosabban zajlott, ott a maorik, a helyi őslakosok. Aztán még sok helyen, ugye Közép-Amerikában, meg Dél-Amerikában leginkább spanyolok voltak a hódítók. Nem szép dolog, ezt hozzá kell tennem, de hát ez a emberiség történelme, most mindig voltak háborúk. És Amerikában is nagyon sok magyarral találkoztam, és itt is azt tapasztaltam, amit Ausztráliában és Új-Zélandon is, hogy összetartóak a magyar közösségek. Amerikában, Los Angelesben volt egy nagyobb csapat, egy magyar csapat, akiknek még külön, hát nem tudom, hogy fogalmazom, hogy lakik két emberke, Mária és Péter, akik egy Magtár nevezetű helyet üzemeltetnek, és az arról szól, hogy két hetente vagy havonta mindig tartanak valami programot a magyaroknak, és mi is pont ott voltunk Ádámmal, és Fenyő Iván koncert volt Los Angelesben, a Magtárban, ment a csavart fel a szőnyeget, meg minden, elképesztő volt látni, és ott voltunk a világ túl végén, egy olyan bulba, ahol szinte mindenki magyar volt. Nagyon szívet melengető egyébként így ilyen társaságban lenni, főleg úgy, hogy előtte 3 évig meg. Hát az időtávokat tekintve, ezt a 3 évet tekintve ritkán találkoztam magyarokkal, viszont voltak így sűrűbb találkozások, amit előbb említettem, hogy Ausztráliában, meg Új-Zélandon, azért 1-2 hetet eltöltöttem magyarok társaságában is. Így összességében leginkább, összességében nem találkoztam olyan sok magyarral. És itt pont Mária látható, ahogy egy szintén magyar úriember a fodrásza is beállítja a haj szerkezetét. És egy másik nagyon szívemhez közel nőtt család, ők a Fizli család, velük szintén ebbe a buliba találkoztam, a Magtárban, és fantasztikus, elképesztően jó energiájú család, a Fizli család, és képzeljétek el, elmentünk együtt kirándulni, az egy külön csoda volt az utazásunkban, hogy letettük a bicikliket Ádámmal, és elmentünk együtt egy 3 napos túrára. Először meglátogattuk, autóztunk Las Vegason, aztán amit itt láttok, az egy a Hoover gát, ami nem tudom hány 10 000 tonna betonból készült, és utána pedig eljutottunk a Grand Canyonhoz, ami Amerikában nekem azt tetszett nagyon, hogy hatalmas terek vannak. Hatalmas és sok helyen lakatlan tér van, és olyankor, amikor sikerül neked is eljutnod ilyen helyekre, nem a belvárosi betondzsungelbe, hanem kimész a természetbe, és
hatalmas terek vannak mindenfelé, például elmész Pilisre kirándulni, akkor ez megnyitja a tudatodat valahogy. Sokkal tágabb és jobb minőségű gondolatok fognak megjelenni benned, mint hogyha bezárva lennél egy városba, a beton dzsungelbe. Pont lefényképeztem, hogy Ádám fényképez a Grand Canyonban. Aztán a Grand Canyon után eljutottunk a Sylvie nevezetű hölgy is velünk volt, ő is nagyon jó fej, szintén Los Angelesben lakik, illetve a Fizli család látható mögötte, ez még a Grand Canyonnál van. Utána pedig eljutottunk egy Hopi indián toronyba, és ezt a képet csak azért választottam, mert hogy a Hopi indiánoknak meg ez a szimbolikus művészetük van, és hogy ez teljesen különbözik, mint mondjuk a mi rovásírásunktól, hogy egy összehasonlítást mondjak, és hogy ezt is így szerettem megfigyelni, hogy a különböző népek hogy fejezték ki a gondolataikat, hogy készítettek belőle művészeteket. Az aboriginálok Ausztráliában például azt vallják, meg úgy tudom, hogy a legtöbb ilyen törzs, akiket még nem ért el a civilizáció, a civilizációs betegség, hát nem betegség, de azért nagyon sokat tudunk tanulni azoktól a törzsektől, akik kinn élnek a természetben, és nem a 9-en egy kis, nem tudom, 30-40 négyzetméteres lakásban, hanem látják minden este a csillagokat, a naplementét, a napfelkeltére ébrednek. Ez teljesen megváltoztatja az embereket, vagyis inkább az változtat meg minket, amikor be vagyunk zárva a városba, a városokba, nagy metropoliszokba. Eltávolít egymástól minket ez a városi lét. Én azt figyeltem meg, ez a világ minden táján ez volt a jellemző, hogy minél inkább, én szerettem úgy is utazni, hogy kisebb falvakban, településekben utaztam, és ott mindig sokkal barátságosabb voltak az emberek. És azt vallják a legtöbb ősi népcsoport, hogy a valóságunkat megálmodjuk. És most ezzel kapcsolatban kezdtek megjelenni a tudományos felfedezések is, a kvantumfizikával kapcsolatban, hogy amiket gondolunk és amiket érzünk, valahogy az így valósággá válik. És én ezt tapasztaltam, hogy nagyon fontos, hogy milyen gondolataink vannak, milyen érzéseink vannak, miket engedünk meg, és mikkel azonosulunk. Tehát ha nézzünk egy olyan filmeket, meg híradót, ahol azt mondják, hogy te béna vagy, meg nem tudod megcsinálni, meg mindjárt beteg leszel, meg ilyesmi, és hogy ha ezt így el is hiszed, akkor az válik a valóságod. De nagyon, nagyon erőteljes, csak a gondolataink és az érzéseink emiatt érdemes különös figyelmet fordítani arra, és akár egy rendszeres gyakorlatot is szokást bevezetni, hogy mindig figyeld meg, hogy milyen gondolatokkal azonosulsz. És érdemes kimenni rendszeresen természetbe, légző gyakorlatokat csinálni, és hogyha nagyon stresszes az életed, akkor meg hatványozottan fontos, hogy csinálj olyan dolgokat, amik megnyugtatnak, amik visszatesznek a középpontodba. Mert minél többet stresszelsz, annál jobban lecsökken az immunrendszered, és annál könnyebben elkapsz bármilyen betegséget. Márpedig az egészség az egyik legfontosabb kincsünk, ezt most kultúrától függetlenül mondom. Még Amerikában vagyunk, azon a kiránduláson, ez, amin ülök, az egy 20 millió éves fa, már megkövült, megkristályosodott, úgy hívják ezt a helyet, hogy Petrified Forest, a megkövült erdő. Szintén érdekes volt számomra, hogy hogyan lehetséges az, hogy egy fa fönnmarad 20 millió éven keresztül, és a szerkezete megváltozik, és már nem egy fa lett, hanem kristály szerkezetre váltott át. Itt ez pedig csak egy kis különlegesség, ez az az út, ahol Forrest Gump is futott, aki látta a Forrest Gump filmet, az lehet, hogy felismeri. A háttérben látható a Monument Valley, a monumentumok völgye, itt pedig a San Diego-i, hogy is hívták ezt? San Diego előtt van még egy... Na mindegy, ez is egy nemzeti park, ahova Lalékkal eljutottunk. Itt már eléggé Amerika Egyesült Államok déli részén vagyunk, és megváltozott a természet is, egyre több kaktusz jelent meg.
és abban a szerencsés helyzetben volt részünk Ádámmal, hogy Laliék elmentek még nyaralni egy pár napra, átugrottak Mexikó Kalifornia félszigetére, és elmehettünk velük, és egy pár napot ezen a csodálatos helyen tölthettünk el, miközben, hát mi úgy utaztunk 4 évig Ádámmal, hogy sátor, hálózsák, napi 1500 forintból gazdálkodtunk, és gondolod, hogy egyszer csak megjelent egy ilyen szuper, meg a menő helyen, és máig hálás vagyok Laléknak, tartjuk a kapcsolatot is egymással, sok emberre tartom a kapcsolat az utazásom során, akikkel találkoztam, és általuk is többé váltam, és általuk vagyok az én ma jelenleg, aki vagyok. Itt vagyunk a kis Ensenada, azt hiszem úgy hívták ezt a kis települést. Találtam egy szép gumiflamingót, ami volt az új játszópajtásom. Igen, jó volt itt lenni. Aztán a következő magyar találkozásom Costa Ricában volt, ahol az ott élő magyarokkal találkozhattam. Ez már kb. Hát közel egy, szerintem egy évvel Amerika után történt. 9 hónapot töltöttem utána Mexikóban, majd jó pár hetet, egy pár hetet Belizben, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, és ott szintén találkoztam magyarokkal. Ezt a piros kosztarikai pólót is a sapkás úriembertől kaptam, akinek a... Most nem emlékszem pontosan, hogy volt a család, de hogy ők is, a két középső hölgyük magyarok voltak, és ő is a Emmanuel bácsinak hívták talán. Ő is, azt hiszem, ő már nem tudott magyarul, vagy csak félig. Nem emlékszem rá pontosan, de hogy ők is tártkarokkal fogadtak, és befogadtak, és kaptam tőlük ajándékokat, meg elvittek vacsorát, meg beszélgetni, meg utána is még tartottuk a kapcsolatot. Mindig feltöltő volt magyarokkal találkozni. És ha már kultúránál tartunk, a különböző országoknál különböző dolgokat lehetett megfigyelni, és Latin-Amerikába, ami Közép- és Dél-Amerika országait jelenti, azt figyeltem meg, hogy nagyon fontos szerepet tölt be az emberek életében a család és az összetartozás. És még India, meg Ázsia, Ázsiában én a békét tanultam meg, hogy milyen békések az emberek, és hogy nem sietnek. Persze ott is úgy van, hogy a nagyvárosokban, aki rákattant erre a nagyvárosi létre, ott jobban igyekszik, meg sűrök forog reggeltől estig, azt hiszi, hogy intézni kell, hogy nem az, hogy kötelezettség vannak, hogy kell, és hogy stressz, és de emellett Indiában, meg Tájföldön, Maláziában nagyon fontos szerepet tölt be a lelki békés, és rendszeresen csinálnak ilyen imádkozásokat, meg felajánlásokat. És Latin-Amerikában viszont a család az, ami nagyon nagy értéket jelent, és nagyon sokat tanultam a család és az összetartozás, az összefogás erejéről. Mert itt például egy nagyobb kolumbiai családot láthattok. Igen, még azt szerettem volna mondani, hogy az összefogás mennyire fontos. És ahogy néha emberek, vagy nem néha, így szoktam emberekkel beszélgetni itthon, meg mindenki mesél az életéről, meg ugye néha feltévedek én is a Facebookra, akkor azt látom, hogy nem az összefogás a fő jellemző hozzáállás itt nálunk, de valószínűleg más helyeken se, hanem inkább az egymás ellen támadás. Hogy én azt hiszem, hogy én ebben hiszek, a másik az abban hisz, tehát ő rossz, én jó. Most valaki valamilyen pártnak a dolgaiban hisz, a másik a másik pártban, vagy vallás, vagy bármilyen dolog, autó, hogy érdemes kicsit engedni, és úgy tekinteni a másikra, hogy nem rosszat akar, hanem csak meg akarja osztani az ő nézetét, és elfogadással egymáshoz közelebb kerülni, majd arra fókuszálni, hogy összefogjunk, és együtt, mert egységben az erő, együtt tudunk változni. A legelső fontos dolog, hogyha változást szeretnél az életedbe, hogy nézz a tükörbe, és tedd meg a szükséges változásokat. A változás mindig belülről kezdődik, bennünk kezdődik, és a következő lépés az az, hogy nem mindig csak az legyen, hogy én, hanem kezdje eljátszani a gondolattal, hogy mi együtt, mikre vagyunk képesek, mi lenne, hogyha összefognánk, mi lenne, hogyha nem acsarkodnánk, nem a másikra mutogatnánk,
hanem hogyha találkozol ilyen hírekkel is, meg ilyesmi, akkor hát egyrészt kapcsolt ki a tévét, hogy ne nézz ilyen híreket, másrészt pedig valahogy érdemes ezt megtapasztalni, hogy mennyi ereje van az összefogásnak. Ez egy kolumbiai tipikus étel, sült rizs, csomó zöldség, sült banán, avokádó, meg Közép-Amerikában is, meg Dél-Amerikában is a bab az egy nagyon közkedvelt étel. Sokat ettem a babnak a különböző formáit Latin-Amerikában. Aztán megérkeztünk Ecuadorban, vagy Ecuadorba, Quitoba, a fővárosba. Középen látjátok Katát, nála lakhattam pár napig, tök jó fej volt, hogy megengedte, hogy ott lakjak nála, illetve Adrián van bal oldalon, ő pedig a helyi magyar nagykövetségen dolgozott, és velük is elmentem így beszélgetni, meg együtt igen, beszélgettünk egy csomót, és Katának a segítségével is eljutottam a helyi Rotary klubba. A Rotary klub az világszervezet, számtalan helyen megtalálható a világban. Több helyen én is jártam Rotary klubban a világban, mert kerestem mindig az alkalmat, hogy tudnám megosztani a bennem lévő gondolatokat, meg érzéseket, meg tapasztalatokat és életbölcsességeket. És ezt a képet azért választottam ide még, közben a macska komondózik, mert ekkor, tehát már egy éve voltam legalább olyan országokban, ahol spanyol az anyanyelv, és így magamtól sikerült elsajátítanom egész jól spanyolul beszélni, és ebben a Rotary klubban nagyon sok volt hát az orvosok, vezérigazgatók, ilyen fejesek, és nekik tartottam spanyolul előadást, egy ilyen negyedórás előadást az utazásomról, és ez inkább egy kis nagyon szép dolog volt, hogy velük is megoszthattam, hogy honnan jöttem, hová tartok, és hogy én mit gondolok az életről, és miket láttam a világban. A végére pedig ezt a szobrot választottam, egy Petőfi szobor, ami szintén Ecuador Quito városában található, és véletlenül pont március közepe felé jutottam el ide. Azt hiszem március 13-án csináltam ezt a fényképet. Nem is tudtam előtte, hogy Ecuadorban található egy Petőfi szobor, és úgy tudom, hogy van ennek egy társ szobra is talán Magyarországon, ahol meg egy ecuadori költőnek a szobrát, vagy a ecuadori költőt ábrázol a szobor. Igen. Ja, és a végére, ez egy nagyon jó sztori volt. Ecuadorba eljutottam a kecsú indiánok földjére. Ő két kecsú indián emberke, a hölgyet Annának hívják. Képzeljétek el, ott tartottam náluk egy vagy két napot, és ezen a részen az egyik közkedvelt zene az a andézi zene, az Andokban laknak, és andézi zenének hívják. Jellemzően sípok vannak benne, dobok, nagyon kellemes, vidám zenéket játszanak, és akkor mondtam Annának is spanyolul, hogy én nagyon szeretem az andézi zenét, már többször hallgattam még a találkozásuk előtt is, és hogy milyen szuper. És Anna megkérdezte, hogy tudnék-e mutatni én is neki olyan zenét, ami tőlünk származik, és a telefonomon pont volt egy rúzsamagdi szám, nem is tudom melyik szám, meg utána az április, és megmutattam neki, és azt mondta, hogy nagyon tetszik neki. És hát számomra ez egy tök jó történet, hogy a világ túl végén egy kecsua indián párocskával meg tudtam mutatni a magyar kultúránk egy nüansznyi részét, egy szép rúzsamagdi számot. Igen. Igen, innen indultunk. Na szóval ezeket gondoltam így megosztani a Magyar Kultúra Napja alkalmából. Ha gondoljátok, kérdezzetek, megnézem én is, hogy érkezett-e kérdés a Facebookon, és akkor azokat még szívesen megválaszolom. Ráfrissítek az oldalra, és akkor meglátjuk, hogy érkeztek a hozzászólások. Nyolc komment van, úgy látom. Na nézzük. Aha, itt vannak a Bringa klubból a barátaim, Horváth Gábor és Király Gábor. Sziasztok! Igen, Gábor készítette a csoportfotót a Tompai határon. Nagyon régen volt már.
Jó, úgy látom nem érkezett kérdés. Ha még esetleg valami eszetekbe jut, írjátok meg nyugodtan ide a kommentbe, és akkor még később visszanézek ide a videóba. Remélem tetszett az előadás, ha van bármi hozzászólás, azt is várom sok szeretettel. Írjátok meg, hogy hogy tetszett a kis műsor, és hogy ti mit gondoltok a magyar kultúráról. Köszönöm még egyszer a Halasi Bringa Barát Klubnak a felkérést, illetve a Kolikennek is újra, hogy sok segítséget kaptam tőletek is. Kívánom, hogy minél többet tudjátok érezni, hogy mi milyen erősek vagyunk, mint magyar nemzet, és ne hallgassatok azokra, akik azt mondják, hogy nem, mert több ezer éves kultúrával rendelkezünk, és tudunk erre támaszkodni, és nem feltétlenül az az igaz, amit így sugároznak felénk kívülről, hanem nem véletlenül a nyelvünk is több ezer éves, meg fantasztikus találmányokkal rendelkezünk, meg a sport, meg matematika, művészet, minden ott vagyunk a toppon, úgyhogy ezt szerettem volna ezzel az előadással is kihangsúlyozni és erősíteni bennetek, saját magamban, mindannyiunkban. Igen. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok és meghallgattátok az előadást, és legyen magabiztos, erőteljes, csodákkal teli minden napotok. Sziasztok!